Sziasztok! Sziasztok. Ma egy Ubiquiti terméket fogunk megnézni, a U7 Pro Wall nevű terméket. Megnézzük, hogy mit rejt a doboz. Szokásos csomagolásba találjuk a eszközt, amire egyből feltűnik, hogy kicsivel vastagabb, mint az elődjei, és hogy csak egy lamportot tartalmaz. Tartalmaz a doboz még egy hátlapot, rögzítőelemeket és egy vízmétérkel ellátott felrakási segédet. De nézzük be a motorházba, hogy ezen az egy lalon kívül mi változott a eszköz belsejében. Hát úgy néz ki, hogy a Ubiquiti a korábbi Wallokkal ellentétben most egy ilyen új filozófiát fog ezzel az eszközzel létrehozni, mivel csak egy darab 2,5G portot kapunk vele, a megszokott legalább 2 vagy esetleg 4-5 port helyett, ugye, mert a régebbi Wallnál, például az Enterprise Wallnál körülbelül az volt a felrakási filozófia, hogyha esetleg ez egy hotelszoba vagy valami, akkor egyetlen egy eszközzel meg lehet oldani a helyi infrastruktúrát, és egy kábellel, amivel beállunk a központi rendszerünkbe. Ugye akkor beálltunk hátulról az U6 falba, és a helyi egyéb internetképes eszközöket. IP telefon. Egyébeket rá lehetett kötni. Viszont az új U7 Pro-val esetében ez nem így van. Hát alapvetően majdnem ugyanazt kapjuk, mint a sima U7 Pro szokásos ceiling access point-tal. Megkapjuk ugye a 2,5G-s Ethernetet és a Wi-Fi 6 és 7 képességeket. A interneten felelhető információk alapján szinte hardware-ileg megegyezik a sima U7 Pro-val. Nyilván a antenna pattenja másabb, mivel hogy a szállákban alapvetően mikrocellákra terveznek, nyilván kisebb kialakításra tervezik az antenna. Hát nyereségben hasonlót kapunk, de ugye ez ekte arra van optimalizálva, hogy ez egy ilyen a falon lévő szórásképet fog produkálni. Akkor ő nem is lehet plafonra helyezni. Hát nem ajánlatos plafonra. El lehet, csak akkor nyilván a veszteséggel számolni kell vele, igen, hogy másfele fog az antenna sugározni. Igen. Alapvetően ő is aktív hűtést kapott, mint az előző. Elég nehéz az eszköz. Igen, igen. Szóval ugyanúgy megkaptuk ezt a szendvics konstrukciót, hogy kapunk egy polikarbonát fedelet, és mögötte egy alumínium baseplate-et, és maga amúgy a hűtés is elég komoly rajta, mert egy ilyen dupla alumínium szendvicsben van az eszköz, hogy van egy hátlapunk, és még magára a chipekre és a ventilátorra is van külön egy ilyen alumínium heatsink borda. Viszont ugye az új U7 Wallhoz kapunk másabb kiegészítőket, mint az elődőkhöz. Ezeket is majd be fogjuk mutatni, mert kapunk hozzá egy süllyeszthető falidobozt és egy festhető előlapot, így által sokkal ilyen diszkrétebben el lehet dugni az eszközt, hogyha éppen nem. Ugye nem egy ilyen plafoni kialakítást akarunk elvégezni. Teljesítményben valószínűleg nagyon hasonlatos, mint az U7-es. Ugyanúgy megkapjuk a 2, 4, 5 és 6 GHz-et. 2x2 vagy 4x4-et? 2x2-es. 2x2-es. Ugyanúgy 2x2-es, minden benne 2x2-es rádió van benne. Ugyanúgy megkapjuk a 574-es AX-es 2-4-et, valamint ugye 5 GHz-en és 6 GHz-en ugye megkapjuk a Wi-Fi 7-hez társuló, például 5 GHz-en megkapjuk a 240 MHz-es csatorna szélességet, és 6 GHz-en pedig a 320 MHz-eset, szóval valószínűleg így a 2,5G-s porttal együtt azért eléggé nagy teljesítményre lehet róla húzni. Egyéb interfésszel kiegészítették a rádiót? Gondolok például ZigBee-re vagy... Nem. Akkor lehet, hogy ezeket az eszközöket nem is száldaszobára tervezték, mert ugye a Wallokba legtöbb esetben most már a ZigBee-t is elhelyeznek, hogy adott esetben az ajtónyitást is össze lehessen vele hangolni, vagy hát, az egyéb funkciókat is el lehessen vele lehetséges, érni. Hogy a későbbi modellben, hogyha ilyen belőle egy Enterprise verzió, abban lesz kiegészítés, mert amúgy magán a nyáklapon van provisioning például, több mint valószínű egy ilyen Bluetooth IoT rádiónak, valamint található rajta még egy kivezetés a egy M2-es PCI-os csatlakozóhoz, ami úgy nincsen beültetve az eszközön, de hely van hozzá. Nézzük meg, milyen kiegészítőket ad hozzá a Ubiquiti, mivel gondolja azt, hogy több funkciósan lehet tenni a terméket. Az egyik ilyen kiegészítője a asztalra kihelyezhető kis lap, aminek nagyon egyszerűen csak fel kell rá helyezni, és onnantól kezdve egy irodai asztalon is funkcionálhat az eszköz. Nézzük meg, hogy mi van még a Ubiquiti, milyen eszközt ajánl még használatra. Ez a termékük a fali említett süllyeszthető doboz, amivel nyilván a falba besülyeszti az ember, és kap egy szép előlapot, amivel a elejét eltakarja, ez ugyanúgy a szokásos rögzítő elemek és minden tartozik, jár hozzá. Valamint még egy új kiegészítő, amit máshol nem is nagyon lehetett látni. Kap egy olyan külső dobozt, amit a Ubiquiti arra talált ki, hogy az eszközre ráhelyezve ezt bármilyen festéssel, borítással lehet fedni, így adott esetben a száldaszobába vagy a kisorodába még jobban eltüntethetővé lehet az eszköz. Nyilván figyelni kell arra, hogy olyan festéket használjunk a covernek a elfedésére, ami lehetőleg minél kevesebb fémet és szilikont tartalmaz. Igen. Ezekkel a kiegészítőkkel próbálja még jobban piacra dobhatóvá tenni a Ubiquiti ezt a terméket. Hát és valószínűleg amúgy későbbiekben, hogyha úgy van, akkor ugye egy másik eszközzel is kiegészül majd ez az ökoszisztéma. Azért látszik, hogy nagyon rámentek arra, hogy eléggé széles körben felhasználhatóvá tegyék az eszközt. Igen, meg az is látszik, hogy olyan eszközökkel próbálták kiegészíteni, amivel a látványelemet még jobban dizájnossá és eltüntethetőbbé próbálják tenni. Bár hozzáteszem, ha ezt így elhelyezik a falon, akkor sem egy csúnya darab, de nyilván vannak olyan helyek, ahol süllyeszteni, vagy ott esetben festeni kellhet. Egyedül, amit nekem és te is mondtál, hiányzik, hogy nincs rajta több LAN, de nyilván ezt is meg lehet szokni. Lehet, hogy akkor más területre kell felhasználni, nem feltétlenül a száda irányában. A Ubinak úgy sincs olyan eszköze, ami a Swiss Army Key-t U6-ba vagy U7 kategóriába átemelni, nagyságrendileg ez egy részébe tudja azt pótolni, mert oldalfalra helyezhető, igen, és kisméretű. Vagy akár asztalra. És asztalra is így van. Tehát ez is lehet egy irány a felhasználás területen. Az eszközre ugyanúgy elérhető az 5 év garancia, és a terméket megtalálható a webshopunkban, és a Ubiquiti kínálatában is. Nézzétek, érdeklődjetek, használjátok. Sziasztok! Sziasztok.